Zöld változás, a városlakók zsákba gyűjthetik a hulladékfajtákat, amelyeket otthonuktól szállít el majd a szolgáltató Kőszegen. Nem csak eminenseknek, szülők és diákok számára állított össze tanévkezdési tájékoztató kiadványt az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Új szabályozás, augusztus közepétől 580 kilométert kell vezetni a jogosítványhoz, a képzésre beiratkozás feltételei azonban egyszerűbbek lesznek. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Prikazovics Ferenc. Jó estét kívánok! Változik a szelektív hulladékgyűjtés módja Kőszegen. A városlakók zsákba gyűjthetik a hulladékfajtákat, amelyeket otthonuktól szállít el a szolgáltató. Mindenre az Európai Unió szorgalmazta újrahasznosítás miatt van szükség. A családi házas övezetekben 110 literes matricával ellátott gyűjtőzsákot fogunk alkalmazni. Ilyen zsákokba rakhatják majd a kőszegiek a szelektíven gyűjthető hulladékokat. A feliratok azt is megmutatják, mely fajtákat. A lakótelepeken nagyobb konténereket helyeznek el. Így többféle szemetet lehet majd válogatva elkülöníteni, mint a hulladékszigeteken, ahol csak az üveget, petpalackot, papír gyűjtötték. Ősztől indul a program. Azért döntött a kisváros a változtatás mellett, mert az Unió is szorgalmazza a szelektív gyűjtést. A közszolgáltatást végző cégnek pedig komoly összeget kell fizetnie az államnak a lerakóba kerülő szemét után. Kőszegen évente 280 tonna újrahasznosítható hulladékot gyűjt be a helyi szolgáltató. Reményeink szerint, amennyiben a lakosság is együttműködik és fegyelmezetten folytatja a gyűjtést, ez két éven belül akár megtízszereződhet. A zsákokat házhoz viszik, sem ezekért, sem az elszállításért nem kell fizetnie a lakosságnak. A hulladékot utóválogatás után értékesíteni fogják. A lakosság költségeit az is csökkenti, hogy kevesebb hulladék kerül a kukákba, így azokat kevesebbszer kell majd üríteni. Kőszegen később azt is szeretnék elérni, hogy a biológiailag lebomló hulladék se kerüljön a lerakóba. Ha ez megvalósul, a jelenleg évente 4700 tonna hulladéknak csupán a negyedét kell a hagyományos módon kezelni a szemétlerakókban. Szombathelyen, Újperinten és a Petőfi telepen lehet zsákos módszerrel is szelektíven gyűjteni a hulladékot. Újperint, illetve a Petőfi telepi lakosok gyakorlatilag a 20%-a áll ebbe a rendszerbe be. Tehát a rendszert azt úgy alakítjuk ki mindig, hogy az összes lakáshoz kivisszük és átadjuk a zsákokat, és ugye a legközelebbi gyűjtésnapon pedig attól elhozzuk és újra pótoljuk a zsákokat, akik kirakják. A szelektív gyűjtésnek is köszönhetően kevesebb hulladék kerül a szombathelyi lerakóba. A 70-80 ezer helyett tavaly 48 ezer tonnát raktak le itt. A tervek szerint a megye székhelyen is kiterjesztik a zsákos szelektív hulladékgyűjtést, ennek időpontja azonban még bizonytalan. Szülők és diákok számára állított össze tájékoztató kiadványt az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A tanévkezdő kisokos a tárcát jelölő betűszó alapján az Eminens címet kapta, ám nem csak eminenseknek segít. Ezt a dokumentumot valamennyi iskola honlapján tanulmányozhatják és le is tölthetik a pedagógusok, szülők és diákok. Az Eminensben helyet kaptak az általános információk ugyanúgy, mint az idén bevezetett változásokat tartalmazó fontos tudnivalók. A változások minden területét sikerült érinteni az új kiadványnak, és korrekt, átfogó információkat adni az iskola használók számára. Ez nagyon jó a szülőknek is, hiszen azt gondolom, hogy megnyugtatja őket, hogy itt igenis azon munkálkodunk, hogy minden rendben legyen, és minden sokkal jobb legyen. A szaktárca reményei szerint ebben a kiadványban minden érintett, az alsó tagozatosoktól egészen a jövőre ballagókig megtalálja a válaszokat a tanévkezdés során felmerülő kérdésekre. Kérdés pedig akadhat számos, hiszen a köznevelési törvény nagyon sok új fejezete szeptember 1-ével lép hatályba. Nyilván ezek azok az új témakörök, amelyekről jó a szülőket tájékoztatni, legyen szó a 16 óráig való bentartózkodásról, vagy éppen a mindennapos testnevelésről, a hit és erkölcsoktatás kérdéseiről, tehát ezek mind a törvény következtében kerülnek bevezetésre, és ez az első év, hogy ez így fog végigmenni.
Az új tanév és a bevezetett változások miatt a Szombathelyi Tankerületi Igazgatóság feladatai is megszaporodtak. Nem csak fenntartóként, de üzemeltetőként is gazdái most már a rájuk bízott intézményeknek. Az igazgatósághoz pedig 40 intézmény, bennük 2000 pedagógus és 18 000 diák tartozik. Augusztus közepétől 580 kilométert kell vezetni a jogosítványhoz. A változás célja, hogy a tanulók a forgalomban töltsék el a gyakorlati képzés 29 óráját. Egyszerűsödtek viszont a képzésre beiratkozás feltételei. Elindíthatod a motorodat, elindulhatunk a kocsival, szépen az utca végén megfordulsz, és akkor a gyorsítás intenzív fékezés feladatot fogod végrehajtani. Vezetéstechnikai óra a rutinpályán. Augusztus 15-től több ponton változtak a B-kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei. Ezentúl 580 kilométert kell a tanulóknak vezetniük. Óránként 20-at kellene megtenniük, hogy beleférjenek a gyakorlati képzés kötelező 29 órájába. 580 kilométer alatt nem lehet a tanult vizsgára bocsájtani. Hát most az én számításom szerint ez minimális óraemelkedést jelent. Egy kezdő vezetőnél ezt nem lehet úgy teljesíteni, hiszen az alapórába, azért az alap 9 órába ott a 20 kilométert semmiképpen nem tudja teljesíteni. A Nemzeti Közlekedési Hatóság azért döntött a módosítások mellett, hogy rutinusabb vezetők ülhessenek a kormányhoz. Ezzel tulajdonképpen az volt a jogszabályalkotó szándéka, hogy valóban a közlekedésben, a forgalomban töltse el a minimálisan 29 órát, ne pedig esetleg egy álló autóban. Változás még, hogy október 1-től az elméleti KRESZ tanfolyamot elvégzőknek egy éven belül sikeres vizsgát kell tenniük. A határidőt elmulasztóknak újra kell kezdeniük a képzést. Újabb szépkorú polgárt köszöntött a város polgármestere. Idén is jelmezt tölthetnek a szombathelyiek. A rossz időre is felkészült a Karnevál Színház. Híreink következnek röviden. Otthonában köszöntötte fel és adta át a miniszterelnök szépkorúaknak szóló oklevelét Puskás Tivadar polgármester a 90 éves Csiszár Antalnénak. Az ünnepelt Nagycsákányban született, gyors és gépírónak tanult. Több mint 20 évig az állatforgalmi vállalatnál dolgozott. Piroska néni ma is jó egészségnek örvend, 2 gyermeke és 2 unokája van. Szerinte a hosszú élet titka, hogy sohasem unatkozott. Ebben segített különleges hobbija is, ugyanis 500 darabos faragó gyűjteménye van. Vonuljon velünk a karnaválon! A felhívás jegyében az előző évekhez hasonlóan a jelmezt viselők idén is kedvezményesen látogathatják a karnevál belépőjegyes helyszíneit. A Szavária Történelmi Karnevál közhasznú közalapítvány jelmeztára az ókortól a barokkorig kínál öltözékeket a résztvevőknek. A saját jelmezt viselők az 1800-as évekig választhatnak viseletet, a történelmi hűséget szem előtt tartva. Ruhapróbára még augusztus 17-én 11 és 18 óra között van lehetőség. A karnevál idejére nem ígérnek ugyan rossz időt a meteorológusok, hám a Karnevál Színház minden eshetőségre felkészül. Ha mégis lecsap egy-egy nyári zápor, szélvihar vagy zivatar, az előadás kezdésével egy órát várnak a szervezők. Amennyiben 60 perc elteltével sem lehet kezdeni, az előadás elmarad. Ilyenkor a jegyek a kijelölt esőnapra érvényesek, amelyek dátuma a belépőkön is olvasható. Az augusztus 23-án és 24-én délután 14:30-ra és 5 órára meghirdetett előadások esetén nincs 60 perc várakozási idő, itt azonnal az esőnap lép érvénybe. Amennyiben egy előadás eső miatt 50 perc eltelte után szakadt félbe, azt megtartottnak tekintik a szervezők, ám ha az elmaradt előadást rossz idő miatt az esőnapon sem sikerül megtartani, a jegyeket visszaváltják. Szentmisével kezdődik az augusztus 20-ai program Szombathelyen. A kulturális műsor után Puskás Tivadar polgármester mond ünnepi beszédet. A megemlékezés idején forgalomkorlátozás lesz a Szent István szobor környékén. Augusztus 20-a Szent István király és az új kenyér ünnepe, valamint az államalapító szenté avatásának évfordulója. Szombathelyen kedden 8:30-kor a Szent István szobornál kezdődik a megemlékezés. A Szent Misét Veres András megyés püspök celebrálja.
Megáldják az új kenyeret, majd 10 órakor katonai tiszteletadás mellett felvonják az országzászlót. A kulturális műsorban közreműködik a Vörös Sándor Színház, az Ungareszka Tánc Együttes, a Bogja Népzenei Együttes, valamint Szombathely Város Fúvó Zenekara. Ünnepi beszédet Puskás Tivadar polgármester mond. A rendezvény idején 9 óra 50 és 11 óra között forgalomkorlátozásra kell számítaniuk a közlekedőknek a Szent István szobor környéki utcákban. Ide csak a helyi járatos buszok hajthatnak be. Augusztus 20-án ünnepli 40. születésnapját a Vasi Skanzen, délelőtt 10 órától este 10-ig változatos programokkal kerti partira hívják a látogatókat. Az érdeklődők a kenyérsütés fortéjait is elleshetik majd. A belépés ingyenes. A hivatalokban hétfőn és kedden szünetel az ügyfélfogadás, és változás lesz a hosszú hétvége miatt a közúti forgalomban is, mert feloldják a kamionstopot. Vasárnap 22 órától hétfőn 22 óráig a 7,5 tonnás tehergépkocsik is közlekedhetnek az ország útjain. Pontosan 10 nappal a bajnoki rajt előtt sajtótájékoztatót tartotta a Svitelszki Haladás VSE NB1-es futszál csapata. Az összejövetelen ismertették a szakosztálynál történt változásokat és a hamarosan induló szezon kitűzött céljait. Komoly változások történtek a Svitelszki Haladás VSE futszál csapatának házatáján a nyári holtidényben. A klubtól több játékos távozott, illetve abba hagyta az aktív sportolást. Helyükre a vezetőség válogatott szintű labdarúgókat igazolt, így a hamarosan kezdődő szezonnak kifejezetten komoly célokkal futhatnak neki a vasi zöldfehérek. Lehet, hogy merész lesz az, amit most ki fogok jelenteni, remélem a szakmai stáb nem fog megróni érte, de én titkon reménykedem, ahogy sikerült erősítenünk, tényleg három válogatott szintű játékos érkezett, a Gyurcsányi Zsolt már most meghívót kapott a válogatottba, így én remélem, hogy a dobogó közelében leszünk, azt mondom, hogy a négy között. A szombathelyek augusztus 26-án hétfőn 18 óra 15 perckor kezdik el a 2013-2014-es bajnokság küzdelmeit. A gárda az első fordulóban rögtön a lehető legnehezebb ellenféllel, a bajnoki címvédő Rábeto gárdájával néz majd farkasszemet az Aréna Szaváriában. Egy nagyon jó erőfelmérő lesz az első fordulóban, tavalyi Barnok Győr érkezik. Jelen pillanatban sötét ló számomra, mert az idegen légiósok teljesen kicserélődtek, az edző teljesen kicserélődött, de hát azt mondom, mindenképpen arra számíthatunk, hogy egy nagyon erős ellenfél jön. A bajnokság rajtjáig még pontosan 10 napjuk van a vasiaknak, addig napi 2 edzéssel, valamint gyakorló mérkőzésekkel készülnek. A tervek szerint még pályára lépnek a Veszprém, valamint a Zalaegerszeg csapatának otthonában is. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. A legfontosabb események összefoglalói megtalálhatók az interneten a www.stv.hu címen. Híradónkat óránként sugározzuk, friss hírekkel hétköznaponként este 6 órától várjuk Önöket. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!